Szolnoki már ott kint a jobb oldalon. Nagyon jól védekezik egyelőre a Kisvárda. Szép játék, Szolnoki. És egy lecsúszott beadásból lesz egy óriási gól. Szolnoki góljával megszerzi a vezetést a Puskás Akadémiát a legváratlanabb szituációból. Hát ennél jóval nagyobb helyzetei voltak a hazaiaknak, mégis egy ilyenből lesz gól. Kiszalad a vezetőedzőhöz, megölelgeti, és egy Hornyák Zsolt is fogta egy kicsit a fejét, hogy ez hogy ment be. 1-0 tehát a hazaiaknak. Ez sem egy kapura lövésnek szánta, viszont ez egy csodálatos gól így. Hát ezt így akarta, akkor minden elismerésem az övé, ez így egy parádés gól.